Jó reggelt kívánok! Nagyon az egészséges életmóddal fogunk foglalkozni, hogy mi tudunk annak érdekében tenni, hogy minél egészségesebben tudjuk élni. Az óra első felét rögtön egy reggeli tornával kezdjük, hogy mindenki felfrissült legyen, és megfelelően hozzá tudja járulni az óra sikeréhez, illetve hogy minél aktívabban tudjuk lenni, az ma jó lenni. Úgyhogy megkérdezem, hogy megkérdezem, hogy pár előtt kicsit. Egészségetekre! Na, tovább, Robert, felfrissült.
rá, hogy mi is az aktív, egészséges életmód, miből áll össze, és mi itt tehetünk a saját érdekünk egészségében. Mi az az egészség? Szerintetek? Sportolunk. Futunk, hát mindig hozzájárul ahhoz, hogy igen, egészségesek legyünk, és karban tartjuk, tudjuk. Tessék? Az erőlétünket így van, és minél többet mozgunk, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy egészségesek leszünk. Így van. Szerintetek a betegségek kialakulását meg tudjuk előrizni sporttal? Igen. Miért szerintetek? Miért olyan fontos a sport? A szívünknek jobb tesz, hogy állandóan karban van tartva, aztán meg miért olyan fontos? A szervezetünket sokkal ellenállóbbá tudjuk tenni a betegségekkel szemben. A vérkeringés is így van, aztán még mit tehetünk még az egészségünk érdekében? Mondjuk itt a sportot, mozogtunk sokat, rendszeresen egyenlegezett munkájuk, tessék, odafigyelünk az étkezésre, nagyon jó. Mi az, amit feltétlenül muszáj szerintetek elfogyasztani? Gyümölcsök. Miért nagyon fontosak a gyümölcsök? Sok benne a vitamin, aztán mi az, amiből még? Zöldségek, a zöldségekben is mi található? Vitaminok, így van. A vitaminok minden jó, gyerekek? Minden jó a vitaminok? Miben segítenek nekünk? A betegségek. A betegségeket meg tudjuk előzni, hogyha sok vitamint fogyasztunk. Így van. Aztán ugyanígy, amit ti is mondhatok, hogy a zöldségek is fontosak. Jó, és a megfelelő táplálkozás miért fontos ezt felezet szerint, hogy ezekből a vitaminokból minél többet be tudjunk juttatni a szervezetünkbe. Aztán az egészséghez még hozzájárulnak különböző dolgok, például az, hogy érezzük jól magunkat. Bocsánat, hogy ha jól érezzük magunkat, akkor, igen, ami az jó a szervezetünknek, jó a környezetünknek, jó másoknak, jó ránézni a társunkra, hogyha látjuk azt, hogy vidám, kiegyensúlyozott, nem állandóan összekuporodva valahol üldögél, hanem egyszerűen ránézünk, és mi is szinte jól érezzük magunkat tőle. Melyik beteg vagy elvízott? Ugye itt beszéltünk arról, hogy fontosan. Lehet sokat venni, csak majd ezt a következőben megbeszéljük, hogy miből mennyi. Jó? Nőj nagyon, legyél izmos. Mit jelentett ez nektek? Így a sportolunk, és minél erősebb legyen a szervezetünk, a ránk leselkedő betegségekkel, vírusokkal, baktériumokkal szemben. Jó. Oké. Sokat és finomat szeretek enni. Ez nem baj, de mire kell figyelni szerintetek? Mire kell figyelni? Tessék? Ha a mennyiségre figyelünk, akkor próbáljuk arra gondolni, hogy miből mennyit eszünk. Ez nagyon fontos. Tehát az, hogy melyik táplálékból mennyit fogyasztunk, és milyen táplálékokat. Jó? Tehát erre nagyon tessék volna figyelni, majd a későbbiekben nézni fogunk példákat. Jó. Hiszen a szervezetünknek energiára van szüksége. Mi honnan nyerjük az energiát? Az ételekből, amit elfogyasztunk, aztán ugye a vitalokból, ami a víz nagyon fontos dolog. Jó? Ha a melléket képen is láthatjuk, hiszen nem mindegy, hogy mi mit fogyasztunk, hogy milyen étel veszünk, ugyanúgy például az autóba sem mindegy, hogy milyen üzemanyagot tankolunk. Hiszen lehet, hogy egy rosszabb minőségű, sőt, biztos egy rosszabb minőségű üzemanyaggal nem tudunk olyan nagy távolságot megtenni, és nem is tudjuk olyan gyorsan megtenni, mint egy jó minőségűvel. Ugyanez van a mi esetünkben, hogyha rossz minőségű táplálékot fogyasztunk, akkor hamarabb elfáradunk,
aztán meg csinálunk. Ha nem esett jól, vagy nem rosszul. Hát rosszul lehetünk, és a közérzetünk sem a legjobb. A tanulásban pedig ez hogy hathat ránk, hogyha nem megfelelően, és nem olyan minőségében fogyasztunk, hogy az agyunk nem fog rendesen. Így van. Nagyon jó. Egy kis példa az energiafelhasználásról. Egy óra testmozgással körülbelül fél liter üdítő ital energiatartalmát égettük el. Aztán fél óra mozgás, két-három gombos fagyival ér fel. Tehát ha megyeszünk két-három gombos fagyit, azt bizony fél órányi futással tudjuk levezetni. Úgyhogy ezért is fontos az, hogy miket fogyasztunk. Ha eszünk, étkezünk, ha nem is tudunk mindig odafigyelni arra, hogy most éppen milyen ételt eszünk, arra tessék vigyázni, hogy amikor jól telehesszük magunkat, nem hagyjuk el magunkat, és nem fekszünk le otthon a tévé elé, vagy lejövünk a számítógép elé, így van, mindenképpen az aktív egészséges életmódhoz hozzá tartozik a rendszeres mozgás. A sportolás a következő dián látható, hogy mindegyikünknek a mai világban jó lenne kiválasztani valamilyen sportot. Ugyanis egy felmérés szerint mostanában ezekben hát egy olyan 10 évvel körülbelül az embereknek drasztikusan visszaesett az a része, aki sportol. Ez különböző okoknak tehetünk be, dolgozni kell, a családot el kell tartani, és egyéb elfoglaltságok miatt, de a saját egészségükre szinte már nem jut annyi idő. Tehát mindenképpen én azt javaslom nektek, hogy választhatok magatoknak sportot. De nem mindegy, hogy miért, hiszen mindenkinek olyan kell választani, amilyen sportot tud űzni is. Különböző okok miatt. Például súlyemelés. Azt szerintetek választhatná innen valaki? Például. Így van, akinek megvan hozzá a testalkat, a fizikuma. Mondjuk, a Rudi biztos, hogy jó súlyemelő lenne, illetve megpróbálhat ne, hogy Patricia nem biztosít, egy lány nem olyan izomzattal rendelkezik. Jó, úszás, ki tud úszni? Csak ketten, nem hiszem el, hogy csak ketten tudtok úszni. Lehet, hogy nem mehetem a tényleg egy kicsit a víztől, de biztos vagyok benne, hogy többen is tudnak úszni. Tehát, ha valaki tud úszni, biztos a dolgában, akkor nyugodtan választhatja az úszást. Jó, tehát ezen majd tessék elgondolkodni, hogy milyen sportot fogtok majd, ha nem is iskolában, hanem majd az iskolán kívüli életben, ha már dolgoztok, hogy akkor is választhatok magatoknak sportot, amivel mozgásigényeteket ki tudjátok elégíteni. Tehát már egy piramisban láthatjuk azokat az ételeket, amivel szükségünk van a helyes táplálkozáshoz. Fontos megjegyeznem, hogy alul helyezkednek el azok az ételek, amikre az összes többi épül. Tehát mitek látunk itt alul? Kegere, aztán jönnek a gyümölcsök, igen, húsok. Milyen húsok? Van különbség? Van. Kérde, hús. Serpés, így van. És felül ebben a legkisebb részben édességek. Hiszen figyelnünk kell arra, hogy milyen arányban fogyasztunk el ezeket az ételeket. Így van? Miből fogyasztunk szerintetek a legkevesebbet? Édességekből. Miért? Mit gondoltok? Károsítja a szervezetet. De miért károsítja a szervezetet? Nem biztos, hogy károsítja. Mik ezek az anyagok? Vagy cukorbetegek, nem olyan... Cukorbeteg, na, kezdünk jó felé valamit. Cukorbeteg, édességet fogyasztunk. Mi van benne nagyon sok? Cukor. Nagyon sok cukor van benne. Aztán az édességekben még mi lehet, ami számunkra nem olyan jó? Illetve mind tartósítószerek. Így van, lehetnek benne tartósítószerek. Aztán biztos láthatok már ti is többfajta színes cukorkát. Mik azok? Színezékek. Ezek sem egészségesek. De a legfőbb különbség, hogy ami a gyümölcsben, zöldségekben benne van, a cukorban, édességekben pedig nincs, az micsoda? Vitamin. A vitaminok, így van, pontosan a vitaminok.
Ha már az étkezésnél tartottunk, és sikerült összeállítanunk magunkban, hogy miből mennyit fogyasztunk, ismét visszatérünk, ami többször visszatér az órában, a mozgás így van nagyon fontos az étkezés mellett, hogy nagyon sokat mozogjunk. A táplálék piramis majd lesz egy feladat, amit nektek kell elkészíteni, és ez alapján úgy, hogy tessék odafigyelni. Jó? Én most beteszem nektek ezeket a lételeket. Ismét tessék megfigyelni, mert nektek is ki kell majd egy táplálék piramis építeni. Jó. Napi 5 étkezés, ami javasolt, de hány fő étkezést tanultunk? Ezt már tanultunk. Három fő étkezés, melyik az? Ez a három fő étkezés, de mi most megnézzük mind az ötöt. Mi az a kettő még? Izolai és a visszatomnak. Így van. Láthatjuk a dián, hogy milyen arányban kell az étkezést betartani. A reggeli ugye az az első, ami nagyon fontos. Tegye fel a kezét az, aki rendszeresen, mielőtt elindul iskolába, szokott reggelizni. 1, 2, 3, 4, 5 ember. Nagyon jó. Akik nem reggeliznek, azoknak pedig azt gondolom, hogy igenis tessék elkezdeni a reggelizést, hogy miért is, azt a következőben fogjuk megbeszélni. A nap megfelelő indításához szükségünk van reggelire. Ugyanis az ébredés után, amikor felébredünk, a legalacsonyabb a vércukorszintünk. Most ha belegondoltok, hogy éhesen, korból gyomorra elindulunk iskolába, rosszul lehetünk, nagyon jól. Elárulhatunk az alacsony vércukorszintől. Így van. A cukor háztartás karbantartásához kell mindenképpen gyerekek a reggeli étkezés. Jó. Felértünk az iskolába, utána 10 óraira is számunk el egy kis időt, mindenki szokott hozni 10 órait. A 10 óraira azért van szükség, mert beszéltük, hogy ha sokat is eszünk, de hogyan kellene étkezünk? Hogyan? Ha sokat is eszünk valamiben, így van, változatosan, nagyon jó Erzsike, a 10 óra is változatosan teszi az étrendünket. Aztán elkövetkezendő időkben pedig mi fog következni az ebéd. Így mit szeret eddig elhangzottak közül legjobban a fizórai, az ebédet a gyerekei? Az ebédet. Miért olyan fontos és miért szeretitek a legjobban az ebédet? Finom, aztán meg... Fővétel megszámít, hiszen látjuk, hogy az egész napi étkezésünknek a 40%-át kitölti. Igen, aztán még meleg étel, nagyon jó. Aztán még ki lehetnék? Aztán olyankor leszünk a legtöbbet. Így van, ilyenkor ajánlok a legtöbbet enni. Az ebéd is legyen rendszeres, változatos, és kellően tartalmazza a tápanyagokat, a megfelelő mennyiségű legyen, és ami még fontos, hiszen beszéltünk az egészséggel kapcsolatban óra elején a testi egészségről, és beszéltünk a lelki egészségről, hogy az is nagyban hozzájárul, hogy egészségesek legyünk, és fontos az ebédnél ezért, hogy a lelki egészséget is általában tudjuk, hogy nyugodt körülmények között fogyasztunk el az ebédünket. Aztán ugyanára szerintetek mi? Igen, kevesebb. Körülbelül olyan alányban a fizorai. Így van egy alma. Mi lehet még ugyanára, Norvi? Egy kifli például. Valamilyen szendvics. Milyen szendvics az ilyen nagy vastag, tele hússal, vagy pedig margarin. Így van, a kisebb mennyiségű ételő uzsonnára, aztán még milyen, mi lehet mondjuk zöldséget, gyümölcsöt, mit lehet még uzsonnára?
Napközében gondoljatok, napközében mit szoktak a Józsonnál? Nem hiszem, hogy csülöknek többől mit szoktak. Joghurtot, nagyon jó használ. Még hasonlóak a joghurt, tejtermékek is van. Kefir, ezt a tamaszt. Jó, elérkeztünk az utolsóhoz, az pedig a vacsora. A vacsorához. Így van, lefekvés előtt nem szabad. Miért lesz rossz? Nagyon jó válasz. Miért? De miért lesz rossz a gyógyi? De nagyon a lépmélyet. Így van, a nehezebb ételeket nehezebb is megemészteni. Aztán gondoljatok arra, hogy megreggeliztél gyorsan, felültél a biciklire, eljöttél iskolába. Oké. Okay. 10 órai étaszünetben elfogyasztottad, bementél órára, lehet, hogy fontosabb testnevelés óra volt. Aztán gondoljunk az ebédre, nyugodt körülmények között leültél, megebédeltél, valakinek vissza kell futni a órára, valaki megy dolgozni, valaki már ebéd után hazamegy. Uzsonna, megkaptátok a napközében az uzsonnát, elindultatok a buszra, mozogtatok, vagy kimentetek az udvarra játszani, de így jön a vacsora. Vacsorának mi a veszélye, hogy utána már nem mozgunk, így van. De vacsorával nagyon tessék vigyázni, mert utána nem mozgunk. És külön jegyezném meg, hogy este 6 óra után már semmit sem fogyasztunk semmit. Jó, vannak kivételes esetek, amikor barátokkal elmegyünk pizzázni egyet, vagy megeszünk egy hamburgert, nem történik tragédia, ha ez nem rendszeres. Mert azért mindenkivel előfordult, hogy elmennek vacsorázni, vagy ezzel egy meleg szendvicset, és az bizony már nem 6 óra előtt volt, hanem 6 óra után, 7 óra környékén, akár 8 óra, de nem történik semmi, csak akkor is figyelni kell arra, hogy legalább nem hirtelen esszük meg, hanem ott is szép nyugodtan, aztán majd este elvárjuk, hogy hogy is jött nekünk az a lézer vacsorára. Ezteket ezen kívül más is, nem? Biztos, akkor én mutatok nektek egy képet. Dehogy is nem. Ki nem vett volna hamburgert? Vagy ki nem vett már tortát? Vagy bármilyen sütemény? Pizzát? Felfogyasztottál valamilyen cukros limonádét vagy üdítőt? Na ugye, hogy ugye? És ilyenkor, ha végig gondoljuk, hogy mi az, ami egészséges, mi az, ami nem? Vagy Amerikumáncban már biztos volt mindenki bevett, sűrűt munkrét okosítottam. Hát igen, eléggé silány minőségű ételek. De viszont sajnos mondhatjuk azt, hogy nagyon finom. És ugye az ember néha inkább azt mondja, hogy azt a mindenit neki kicsit bűnőnök érte, de akkor is megeszedem a kapjunk. De nem lehet rendszeres. Jó. Következő táblázatban láthatjuk azt, hogy mennyit együnk és miből? Zöldségek, gyümölcsök, naponta 3-4 alkalommal. Ki az, aki ebben alapja? Igen, ilyen sok zöldség, ennek az zöldség. Ritkán. Én felcsöpöztem a kezemet, mert szerintem én sem összek 3-4-es sajnos. Nem minden nap hozzáteszem. Gabonafélék, burgonya napi 3-4 adagban. Aztán teljes tejterméket napi 3 adagban. Tehát azért tessék arra figyelni, hogy a tejterméket igenis jó, de ezeket sem szabad túlzásba vinni, hogy reggel is fél liter tej, izolaihoz is, uzsonnához is, meg akármilyet elfogyasztod, a túlzott, így van, a túlzott fejére belül sem jó. Húsok, hal, naponta egy darab. Tojás hetente két alkalommal is figyeljétek, hogy általában itt napi adagokról volt szó, itt már hetente a tojással nem tessék vigyázni. Én elhiszem, hogy legyen elég jól a szalonnás tojás. Mit viselek már mindenki? Látok rá. Igaz? Zsíros ételek naponta maximum 7 dekagram. Maximum 7 dekagram. Mit lehet ez a zsíros ételek? Szalonna. Kolbászoknak ilyen disznóra és utána vagyok sonkra, ugye? Édességek, rágcsálni való, ritkán. Mert az édességeknek még
amellett, hogy nem sok, illetve nincs velük vitamin, milyen veszély voltunk még. Tessék? Hát az édességektől nem mondjuk, ha nem mondjuk, hogy hasonló az elhízáshoz vezethet. Aztán, Rudi, nagyon jól mondtál, fogaljunk azt, hogy tönkreteszik az édességet. Jó, úgyhogy tessék ezekre vigyázni. Meg hát a zsíros ételeknél is, hogyha valaki zsírszalonnák, nem biztos, hogy jó csülökkel elfogyasztani, hanem hogyha már zsíros ételt eszünk, akkor eszünk hozzá kenyeret, de akkor is van el. Milyen kenyeret? A barna kenyeret. Vagy korpás. Vagy korpás, így van, nagyon jó. Folyadék szükségletünk. Felkelés után rögtön a reggelig előtt, vagy közben elfogyasztatunk két pohár folyadékot. Mi lehet ez? Vagy jó. Tea lehet. Gyümölcs, mit tudom. Valamilyen gyümölcslény. Víz is lehet, kakaó, tej. Így van. Aztán délelőtt szünetekben már két pohárra is elfogyaszthatunk, akár tiszta vizet. Ebédhez is mindenképpen valamilyen, hát lehet víz, gyümölcslé, de a legfontosabb, hogy látjátok, hogy minden étkezés után ígyunk valamit, fogyasztunk, megfelelő mennyiségű folyadékot. Na, hoztam én meg csak egy kis feladatot. Tessék kibontani ezeket a borítékokat. Négy csoportot fogunk kialakítani, jó? Tehát akkor négy csoportot tessék kialakítani. Négy csoportba rendeződjünk. Jó? Megvannak a csoportok? Bocsánat ki a borítékokat. Jó? Gyere, itt jó? Na, ismerős a feladat? Igen. Hát az ármánékira is. Ti is készítsétek el emlékezetetekből a órán elhangzott, többször is elhangzott, illetve mutogatott táplálék piramisokat. Nem kell teljesen, mert akkor lehet rárakni, nem probléma, jó? Vagy ha nem mindent tettitek oda, csak megfelelő helyen legyenek. Nagyon jó. És az első csoport már kész is van, megvárjuk a többieket is, és le fogjuk ellenőrizni. Nagyon jó. Készülnek ezek a táplálékiről is ott. Na, utána a másik csapat is kész van. Gáborék és a harmadik csapat is lassan kész. És az utolsó ételek is felkerülnek. Na, ellenőrizzük le! Én még nem helyeztem be, de nekem annyival könnyebb a feladat, egy gyógyulással behelyezzem. Na, ellenőrizzük le, hogy kinek sikerült. Nézzük! Azt mondja, hogy alul a kenyér, műzli, rizs. Kinek lett jó? Nekem. Igen. A második szint? A gyümölcsök. Gyümölcsök. Na, ez kinek sikerült? Vagy esetleg sikerült? Jó. Harmadik szint? A húsó, a vitamin, a tejtermelő, a fa. Sikerült? Emlékezetből. Aztán
az utolsó pedig édességek. Az édességek, ugye akkor kell legkevesebbet fogyasztanunk. Tegyük vissza a borítékokba, tápelékről sokat. És a tüzetet tessék elővelünk. Mert arra egy szükségünk lesz, de előtte mielőtt a tüzetet írnánk, hoztam nektek még egy feladatot. Ugyanazoknak a csoportoknak, jó? A feladat a következő. Ételeket láthattok, különféléket. Tessék, bekarikázni zöldet, azokat az élelmiszereket, amelyek szerintetek egészségesek. Amelyek szerintetek egészségesek. Jó? Tessék bekarikázni azokat, amelyek szerintetek egészségesek. Az nekem is zöldet. Nagyon tessék odafigyelni. Így vagy nyugodtan beszéljétek meg magatok között, vitassátok meg, hogy szerintetek mi az egészséges és mi nem. Sikerül? Nézzük is az első csoport, miket karikázom be. Tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek, vizet. Az nagyon fontos, így van, a sima, szintiszta pohár víz az nagyon fontos. Aztán tessék javítani, akinek esetleg nem zöldségek, ott is. Hát mi lehet itt fönt a második, az első sorban, a kávé? Egészséges a kávé? Mégis miért tudták szerintetek az emberek olyan sok lehet? Így van, kokfején. Csak vigyázni kell, mert az sem egészséges túlzott bevitellel sikerül. Ez szerintem itt micsoda? Tej. Így van, tejtermék. Az is egészséges. Jó. Nagyon jó. Lassan pedig tudjuk, hogy szereti a hamburgert, és is bekarikázva. Nem áll bekarikázva. Helyesen döntött, pedig mennyire szereti a hamburgert, azt a mégsem karikázta be, tehát ő tudja, hogy a hamburger nem egészséges. Nagyon jó. Ezek itt mi? Gyümölcsök, így van, akkor azokat is tessék bekarikázni. Jó, rendben van. Következő feladat, fizetet vegyük magunk elé, ha már előkészítettük, és írjunk 5 évet a gyümölcs és zöldségfogyasztás mellé, és 5 ellenérvet, hogy miért nem fogyasztotok csipszet és ilyen hasonló egészségtelen kénytelenek. Jó, tehát írjuk fel a zöldség, gyümölcs. És gondolat jelen egymással át soroljatok fel 5 érvet, amiért jó a zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk. Thank you.
Tehát te jól tessék meggondolni, van idő, nyugodtan nem kell kapkodni. Ha ez megvan, akkor utána felírjuk, hogy chip édesség és 5 ellenérve, hogy miért nem fogyasztjuk. Nyugodtan lehet el egymás között megbeszélni, hogy szerintetek mi az ér, mi az ellenér, beszélgethetnek egymással, megkérdezhetnek a másik véleményét. Az a lényeg, hogy minél többet össze tudjunk gyűjteni, minél változatosabb legyen. Tehát öt ér, hogy miért jó zöldséget fogyasztani. Öt ellenér pedig, hogy miért nem jó asik. Ugye óra elején megbeszéltük a rendszeres mozgás, a testi-lelki egészség mellett, hogy sok gyümölcs és zöldséget kell fogyasztani, mert van benne ez, van benne az, mert csak simán egészséges, mert friss, mert nagy valószínűséggel nincs benne tartósítószer, ilyenekre tessék gondolni. Jó? Na, ha nem is sikerül befejezni, akkor miközben itt mondjuk az érveket, tessék írni. Tehát, aki esetleg nem tudott ellenérveket és érveket gyűjteni, azok most közösen megbeszéljük, mindenképpen írják el a füzetbe. Adrián, de mit írtál gyümölcs és zöldség fogyasztás mellett? Egészséges. Egészséges. Rudi? Sok vitamin. Sok vitamin tartalmaz, aztán? Megőrzi az ember egészségét. Igen, megőrzi az ember egészségét. Segít abban, hogy hosszabb ideig legyünk egészségesek. Ki tud még mondani? Sok ember például valami a C-vitamin, aztán mit erősít? A szervezetünknek, miért erősítheti? Ezt pedig már tanultunk. Bizony, ezt tanultunk. Így van, az immunrendszerünk. Az immunrendszerünket erősíti. Jó. A chips és az édesség ellen tudtok-e mondani? Nem egészséges. Egészségtelen. Káros anyagok vannak benne. Sok születék. Van benne zsír. Igen, sok lehet benne zsír. A gyolaj. A hó. Így van, tönkreteheti a fogunkat. Hazusan. Elhízhatunk, így van. Jó? A táblára tessék figyelni. A mai órát összefoglalva elkészítettem nektek egy rövid vázlatot. Ezt tessék leírni a tüzetbe. Jó? Így van. Tessék felírni, hogy egészséges életmód. A világ másik fajra is tessék figyelni az egészséges életmódra, nem? Ha sikerült elindulni a változatot, tartogatok még egy érdekes feladatot. Két csoportra fogunk osztani, ahol be fogjuk kötni az egyik csoportnak, mint a másiknak a szemét, és az egyik csoportnak tapintás alapján, a másiknak pedig tablás alapján kell előzenie, hogy milyen zöldséget és gyümölcsöt tart a kezében. Jó? Egyenként ide beleteszem, hogy lássák, miről van szó. Milyen barna? Valós. Béla. Sárga. Rumpli. Paprika. Gondolj, nincsen. Paprika. Paprika. Üdítról. Parában. Paradicsom. Paradicsom. Paradicsom.
Ivin, Pókhagyban. No. Első vállalkozó. Ki lesz ebben a csoportból? Adrián, egyik kevédőben. Szemedet, és kicsit korizsd a fejedet. És neked az egyik kevédőben, hogy elmondod, hogy nem lesz olyan. Amit sikert? Bekerüljön a szemedet, úgy. Igen, nem, nem. Nem látod, hogy az elegyet fogadod. Na, szabítás alapján kezdete adott valamit, és meg kell mondanod, hogy nincs oda. Na, mi az? Narancs. Narancs. Nagyon jó. Narancs. Paradicsom. Nem. Narancs. Narancs, így van, ismét a narancs. Vörös sarkó. Barát. Barát. Réva. Réva. Paprika. Így van, hagyva, hagyva. Így van, hogy nincs meg ilyen. Arra. Citrom, citrom. Krumpli, krumpli. Meg a kini. Kindra a mesél, hogy így a kisér. Levesse rá. Nem az a legyen. De... Hát így volt a szemben. Jó. Ki szeretne a másik csoportból? Ki lesz az a bátor vállalkozó? Andi jelentett. Andi? Na, mi lehetett? Na? Nem. Gyere, Norbi, nem. Dehogy is nem. Sehogy nem. Jó lesz. Nem várj. Jó, várj. De a dolgok, hogy az talagban legyen. Fogd meg itt. Hogy úgy. Na, az első lett, mondjuk ezt. A kezedben. Mi ez? Citrom. Következő. Alma. Paradicsom. Nem. Nem. Még egyszer. Mi lehet ez? Dehogy nem, még egyszer. Krumpli, így van, nagyon jó. Ez mi? Narancs. Balán. Jóban. Jó. Rendben van, köszönöm szépen. Egy kis levezető játék, hogy és előtt a játék volt ahhoz, hogy a tórát befejezzük, és utatokra engedjenek benneteket, de előtt a rég egy kis házatóra. Jó, kiosztok mindenkinek egy étkezési naplót. Mindenki kap egy étkezési naplót. És majd hétvégén, amit már nagyon vár mindenki, pénteken, szombaton és vasárnap beírja, hogy reggelire itt vagy az
Aztán esetleg délelőtt van ideje, hogy szokott 10 óra jutni, azt is beírja. Jó, tehát értem egyszerűen. Mutatom, jó? Tehát pénteken reggelőn mit fogyasztottunk? Ebédre, vacsorára. Köszönöm a figyelmet! És tessék! Tünet!